Jó estét kívánok, köszöntöm a lelátó nézőit. 7 forduló van hátra az NB1-es labdarúgó bajnokságból. A Paks legközelebb az MTK együttesét fogadja majd szombaton itt a Fehérvári úti stadionban. A PRC jelenleg 7. helyen áll a bajnokságban. Jelenleg 7. helyen álltok, és most folytatódik a bajnokság. Ugye a válogatott meccsek miatt volt egy rövidebb szünet. Mindjárt az MTK érkezik ide a Fehérvári úti stadionba. Nem ígérkezik egyszerű és könnyű mérkőzésnek. Nem ígérkezik, igen. Azt gondolom, hogy az MTK egy jó csapat. 7. helyen állunk, de közel van sajnos a kieső hely is, nyilván, meg a 3.-4. hely is. Úgyhogy azt gondolom, hogy 12 csapatos bajnokságban soha nem szabad úgymond megelégedni. Van még 7 forduló, most koncentrálunk az MTK-ra, és reméljük, hogy ugyanúgy, mint múltkor hazai pályán, most is meg tudjuk nyerni a mérkőzést. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy jelenleg 14 góllal vezeted a góllövő listát. Mondhatjuk talán, hogy a legjobb szezonodat futod. Hát igen, igen. Most egy kis formahanyatlás is van nálam, tehát így, mint a csapatnál is. Azt gondolom, az utolsó 4 meccs nem minden esetben úgy alakult, annak ellenére, hogy voltak olyan mérkőzések, ahol vissza tudtunk állni 2-0-as hátrányból, mint például a Videoton, meg nyilván jó csapatok ellen játszottuk. Azt gondolom, hogyha én is visszatérek a formámhoz, illetve kicsit dominánsabban tudunk játszani csapatszinten is, akkor ott tudjuk folytatni, ahol a 4 fordulóval ezelőtt. Kicsit beszéljünk akkor még a múltról és a pozitívumokról. Mondhatjuk azt is, hogy a legemlékezetesebb mérkőzésed az, amikor 4 gólt szereztél a Puskás ellen, és 10-es osztályzatot kaptál. Igen, igen. Hát összességében nyilván eddig úgy gondolom, hogy ez egy jó szezon, úgyhogy úgy megyek az utolsó 7 fordulóra is, hogy szeretném a maximumot kihozni, mint magamból, mint csapatszinten. Emlékezetes volt nagyon az a 4 gól. MTK-nak is ugye idén sikerült Mester 3-as szereznem, úgyhogy azt gondolom, hogyha úgy fogunk játszani, hogy hazai pályán dominálunk és előrefele tudunk mi kezdeményezni, akkor szerintem meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést. Mit vársz egyébként saját magadtól a végelszámolásnál gólszámban? Egyértelműen nézem a gólkirályi címet most már, tehát úgy gondolom, hogy van is esély rá, soha nem akartam úgy mondani ezzel foglalkozni, de egy ilyen szituációban most már nem tudom elkerülni, ez legyen a legnagyobb problémám, illetve csapatszinten is szeretnék olyan helyezést elérni, amivel a szezon vége fele azt mondhatom, hogy igen, ezt megérdemeltük, és ezzel meg vagyok elégedve. Ez véleményed szerint mi lenne a realitás a vége? Elsősorban az, hogyha ezzel a mérkőzéssel kicsit el tudunk szakadni a hátsó régiótól, illetve esetleg 3.-4. helyet inkább elérni, és esetleg európai porondra tudnánk érni. Én amikor itt 2. helyen a Paks indulhatott az Európa Ligába, akkor még a nézőtérről néztem, és onnan kívül is hatalmas élmény volt szurkolni egy ilyen kisvárosi magyar csapatnak, és azt gondolom, hogyha ezt a csapattal együtt tudnám megélni, az egy nagyon jó pozitív dolog lenne itt a paksi karrierem során. És hát a karrieredre visszatérve megkerülhetetlen a kérdés, hiszen vezeted jelen pillanatban a góllövő is, tehát nagyon jó formában volt a lead, tehát ahogy mondtad, az utóbbi pár mérkőzés nem úgy sikerült, hogy te elvártad magadtól, de ettől függetlenül azért mi laikusok úgy gondolnánk, hogy a válogatottság ilyenkor szóba kerülne. Volt róla szó, rebesgették itt. Azt gondolom, hogy előrefele azért vannak olyan külföldi porondon játszó játékosok, akik azért letették már a nevejüket többször is. Nekem ez a szezon jól sikerült, próbálok még egy lapáttal rátenni, és akkor reménykedek abba, hogy egyszer esetleg kapok meghívót. Balázs, jó téged ismét a pályán látni, de reméljük, hogy ez majd az MTK ellen is így lesz. Elég hosszú kihagyásod volt most itt az elmúlt időszakban. Igen, köszönöm szépen, jól esik. Elég hosszú időt hagytam ki egy makacsérüléssel, egy úgymondván medvepuszival, de nem nézek már visszafelé, csak előre, ezen túl vagyok. Megerősített lelkileg is, fizikálisan is, úgyhogy most már úgy érzem, hogy kész vagyok a játékra, úgyhogy lejátszhatom 2021-ben az első mérkőzést. Remélem, hogy tudok segíteni hétvégén már a srácoknak. És Janót is kérdeztem, mit várhatunk egy ilyen MTK-tól, aki most azért elég jól szerepel az idei bajnokságon. Igen, így van. Azért itthon sikerült már őket legyőznünk. Emlékezzünk vissza, hogy milyen rossz helyzetben voltunk akkor. Pont a vírus akkor ment át a fél csapaton. De megerőltettük magunkat, és egy szép sikert értünk el. Nagyon szükségünk van a pontokra, mert
mindenképpen össze kell gyűjtenünk annyi pontot minél hamarabb, hogy ne arról kelljen beszélni, mint tavaly, meg tavaly előtt, hogy esetleg az utolsó fordulókra marad a bennmaradás, hanem az a legfőbb célunk, hogy ugye bennmaradjunk, tehát hogy ezt elérjük, és akkor utána tudunk majd nézelődni esetleg előre. Meglátjuk. Itt a Jón is említette, hogy elsősorban ő is fölfelé, illetve hát előrefelé szeretne nézelődni, még akár egy nemzetközi kupaindulást érő helyen is végezhet a csapat. Egyetértek vele egyébként. A szezonban azért már sokszor bizonyítottuk, hogy azért van erő a csapatba, van játék a csapatba, van gól a csapatba, tehát azért predesztinálja egy jó eredményre a csapatot. Viszont azt nem szabad elfelejtenünk, hogy 12 csapatos NB1-ben bármi megtörténhet, 7 meccs van hátra. Minden meccsen nekünk úgy kell kimennünk és úgy kell felkészülnünk, hogy tényleg mintha egy döntő lenne. És hogyha ilyen mentalitással, ami minket képviselt ebben a bajnokságban, akkor tényleg eredményesek lehetünk és tudjuk folytatni azt, amit nem is olyan rég abba hagytunk. Általában ugye a szakma, illetve a labdarúgók sem szeretnek számolgatni, említette te is, hogy 7 forduló van hátra. Hogy látod, mennyi az a pontmennyiség, ami elegendő lesz a magabiztos szerepléshez? Nem szeretnék így pontozni most, de jó a kérdés. Mi azt beszélgettük a srácokkal, hogy azokat a mérkőzéseket, amiket a bajnokság első felében itthon játszottunk és megnyertünk, hogyha azokat meg tudjuk nyerni, és már pedig azokat a meccseket gólokkal nyertük, hogyha emlékszünk az itthoni MTK meccsre, az itthoni Zalaegerszeg meccsre, az itthoni Puskás meccsre, akkor ebből ez egy jó kiinduló pont, csak ugyanolyan játékot és ugyanolyan alázatos, szorgalmas munkát kell beletenni a mérkőzésbe. Illetve el tudunk csípni olyan idegenbeli 3 pontokat, amiket már megcselekedtünk az idei szezonban, akkor nem lehet probléma. A Kaposvár ellen a Gesztenyi Suti sportcsarnokban 79-73-ra győzött, így 6. helyen zárt az alapszakasz az atomerőmű SR férfi NB1-es kosárlabda csapata. A mérkőzés legjobbja a paksi Lórán Péter volt, aki 35 pontot és 10 lepattanót szerzett. A játéknap előtt 6. atomerőmű ESE a 9. helyen álló Kaposvárt fogadta a honi férfi élvonalbeli kosárlabda bajnokság alapszakaszának záró fordulójában. A vendégek már nem kerülhettek a felsőházi rájátszásba, míg a Paks sikere esetén maradt volna 6., de egy vereséggel akár a 7. helyre is visszacsúszhattak. A meccset a házigazda kezdte jobban, Lóránt különösen ihletett formában játszott az első 10 percben, egymaga 18 pontig jutott, de Jackson 2 triplája is sokat ért támadásban. A vendég reverse és ellen találataival maradt közelben, 27-22 állt a táblán 10 perc után. A folytatásban egyre jobban akadozott a piros-kék gépezet, míg a KKK továbbra is jól támadta a paksi gyűrűt. Reverse és ellen mellett a társak is többször betaláltak, a látogató átvette a vezetést, de az ASE látótávolságon belül maradt Kovács Ákosnak köszönhetően. A félidőben 41-47 volt az eredmény. A térfélcsere után új erőre kapott az atom, újra Lóránt Péter volt a vezér, és a védekezés is összeállt. Fokozatosan faragta hátrányát az ASE, de pár ponttal a vendég tartott előrébb. 58-61-ről kezdődött a záró etap, amelyben Kovács Ákos triplája után egál lett, innentől pedig már kézbe vette a meccs sorsát a Dzsunics gárda. A Lazics tanítványok inkább egyénieskedtek, mint csapatként működtek, a Paks így megnyerte a mérkőzést, Lóránt 35 pontig és 10 lepattanóig jutott. A végeredmény atomerőmű ESE Kaposvári KK 79-73. A piros-kékek így 6. helyen zárták az alapszakaszt, a bajnokságban a legjobb 4 közijutásért pályahátrányból áprilisban majd a Szegeddel meccselnek. Nem jár a labda, hogyan mi akarunk. Nem csinálunk előny, utána nagyon rosszul dobtunk, nagyon rossz ez a százalék, nem tudunk dobni semmi kintről, és mondtam, talán ez az oka, mert Pakson ez a fontos volt mérkőzés, mint állom, nem voltunk ilyen pályán energiával, mint eddig, de még egyszer akarok gratulálni fiúknak, mit csináltuk ebben a szezonban, és Paksnak sok sikert kívánok kupában és playoffban. Én azt gondolom, hogy minden elismerésre a játékosé, mert
még egyszerre szeretnek mondani, hogy az utolsó három hétet még nagyjában egyéni edzéseket tartunk. Amit a mérkőzést illeti, azt gondolom, hogy a második fél időben védekeztünk ezen a szinten, ahogyan szükséges volt ilyen csapat ellen, és tényleg én első leges nagyon elegedett vagyok ezzel a résszel, mondom, a második fél időben. Gondolom, hogy az volt ennek a meccsnek a kulcsa. Az atomerőmű a legközelebb a Magyar Kupába lép pályára a budapesti Ludovik Arénában. Az ellenfél a legjobb négy közé jutásért a Körmend lesz. Az összecsapást április 7-én szerdán 20 óra 30 perckor rendezik majd. A bajnokság alapszakaszáról, illetve a Magyar Kupáról kérdeztük Lóránt Pétert, valamint Zunics Branislavot. Hogyha egy-két olyan meccset megnyerünk, mint például a Sopron itthon, az Oroszlány idegenben, vagy akár a Kaposvár idegenben, ami nyerhető lett volna, akkor most akár a harmadik, negyedik helyen is lehetnénk, és szerintem az úgy egy picit reálisabb lett volna, viszont az is hozzátartozik, hogy ugye minket kétszer sújtott le a Covid vírus, plusz ugye több sérüléseink is voltak, így sajnos ezzel kell beérnünk, megpróbálunk bizonyos dolgokat gyakorolni, ugye jön a kupa, utána a playoff, és azok a játékosok, akik esetleg kevesebb szerephez jutottak az elmúlt időszakban, ők is egy kis önbizalmat tudnak szerezni a fontos események előtt. A hangulatra nincs panasz, tehát hogy a csapat együtt van, mindenki próbálja tenni a dolgát. Kupa előtt lesz még egy tesztelés, én úgy tudom, tehát ott az megint át tudja írni az erőviszonyokat. A mi oldalunkon szerintem az összes csapat örül egy picit, hogy nem a másik ágra került. Ez nem jelenti azt, hogy könnyű ág. Ugye a Körmend jelen pillanatban a 7., mi 6., tehát mind a két csapat úgymond szerencsés sorsolást kapott. Bízunk benne, hogy minél tovább tudunk jutni, de legfőképpen az, hogy minél több játékosunkat kapunk vissza addig. Szegeden is egy edzéssel egész jó eredményt értünk el. A végéig partiba voltunk, ugye a csapat meg hát ugye mindenki győzelemre játszik, azt ugye építeni az önbizalmat, senki se szeret kikapni, de itt most ugye bizonyos dolgokat kell gyakorolni, és megpróbálni harcolni az utolsó pillanatig, és meglátjuk, hogy az mire lesz elég. A sorsolásunk nem rossz egyik oldalon nézve, a másik pedig úgy, hogy a kupa egy olyan verseny, ahol ugye mindenkinek van esélye, attól független kivel játszik, mert tudunk, hogy egy meccsről van szó, meg tovább, ha aki megnyeri az elsőt, ugye megkapja a lehetőséget, hogy játszon az éremért, szóval itt lehetett beszélni meg egy ilyen ebbe a szezonban, ebbe az évben 5 nap alatt 3 meccsről. Szóval megint egy érdekes formátum lesz. Ugyanúgy ott is szeretünk minél jobban szerepelni, majd meglátjuk. A járványhelyzet átírta az NB1-es bajnoki alapszakasz forgatókönyvét, valamint a felkészülés menetét is. Először is meg kell tudni, ugye, hogy a játékosok legjobb esetben, ha nincs beteg, be vannak zárva a lakásban. A másik, ha valaki és nálunk egy több mint fele, lehetett mondani, 2/3 átesett a víruson, ilyen, és nem csak ők, hanem ugye itt meg kell tudni, hogy az egész csapat karanténbe kerül. Ilyenkor bezártság mindenképpen van, de ilyenkor az edzések nincsenek. Szóval tényleg itt én inkább azt mondanám, hogy a játékosok a legnehezebb helyzetben vannak, mert ugye valahogyan egyszerűen nem, tehát nagyon nehezen fizikálisan tudják
tartani magukat, amit a legfontosabb dolog. Most a pszichisen hogyan kiviseli, ez is meg kell tudni, hogy mindenki más, nem vagyunk ugyanazok, valaki egy kicsit nehezebb, valaki könnyebb, szóval itt is nem olyan egyszerű helyzet, és aztán hol van az edzettség, taktikai, technikailag, szóval nagyon nehéz szezonunk van, mint a többieknek. Én azt gondolom, hogy nem csak az első számára, hanem úgy elment az egész alapszakasz, és a csapatok ott vannak, ugye 26 meccs után azt gondolom, hogy mindenki ott van körülbelül, ahol kell, hogy legyen. Az most mennyire reális, ez az is lehetne beszélgetni, mert én azt gondolom, hogy az Asennak legtöbb hiányzó volt ebben az időszakban, de meg is az a sport, ezzel meg kell élni, mi dolgozunk, minél jobban szeretünk szerepelni, és remélem, hogy valahogyan összeállunk így, ahogyan minél erősebb felállással tudunk játszani ezeket a fontos meccseket. Ennyi fért a mai lelátóba, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten Faller Gábor kollégám várja majd önöket a képernyők elé. Viszontlátásra, jó estét kívánok!